27. alkalommal indult útjára Közép-Európa legnagyobb katonai hagyományőrző rendezvénysorozata, a tavaszi emlékhadjárat. Az esemény a Magyar Hagyományőr Világszövetség, a Magyar Huszár és Katonai Hagyományőrző Szövetség, az érintett önkormányzatok, művelődési intézmények és a helyi hagyományőrző egyesületek rendezésében jött létre. A számos helyszínt érintő többnapos program során a hagyományőrzők végigjárták az 1849-es dicsőséges tavaszi hadjárat állomásait Magyarországon és a Felvidéken. A 166 évvel ezelőtt zajlott győzelem sorozat jelentős eredménnyel zárult, hiszen a magyar fél mindegyik hadszíntéren létszám hátrányból képes volt megverni a császári hadakat, és akaratát rá tudta kényszeríteni az ellenségre. A fő hadszíntéren elért sikerekbe jelentősen belejátszott a magyar hadvezetés rugalmassága és a különböző seregtestek többnyire jól összehangolt munkája. Az emlékhadjárat útvonala 35 településen halad át, köztük Tápióbicskén, amely az 1849. április 4-én a nap végéig kétséges, de végül a magyar honvédsereg győzelmével végződő csata után vált országos hírűvé. Az eredeti helyszínen vagyunk, ahol még 1849-ben mocsár volt, itt sok katona sírja is van alattunk, mert ők itt nyugszanak, akit a mocsárról nem lehetett kimenteni. És ma úgy emlékezünk, hogy ezen a helyszínen körülbelül 600-800 résztvevőre számítunk, akik beöltözve eredeti világvárt 48-as tüzérekként, huszárként megjelennek, és egy óra hosszába sűrítve az egész napos akkori ütközetet itt lejátszák. A magyar hősök tiszteletére a hagyományőrzők megemlékezéseken vettek részt, de idén is voltak történelmi előadások, népzenei és néptáncműsorok, huszárkonyha főző bemutatók, zenés katonai hagyományőrző parádék és természetesen a látványos csata bemutató. Elsősorban morálisan nagyon fontos volt, hogy a honvéd csapatoknak sikerült legyőzni a császáriakat, illetve hát olyan csapatok, amelyek még nem harcoltak együtt, vagy igazából nem voltak komolyabb tűzbe, azok is megtapasztalatták, hogy milyen is a harc. Ez a következő események szempontjából mindenképpen nagyon fontos volt. A történelmi hűségnek megfelelően a győztes csata után a hagyományőrző csapatok Dányon keresztül is a Szegre vonultak, ahol 1849. április 6-án a honvédsereg ádász küzdelemben szorította vissza a kedvező pozícióban védekező császári erőket. Azért volt egy nagyon fontos ütközet is a Szeg, mert ugye a honvédsereg a téli visszavonulások során és összpontosítások során fegyverzettel, öltözettel, kiképzéssel felerősödött annyira, hogy elindulhatott és visszavehette a hadműveleti bázisát, amit ugye az előző évben elvesztett. Itt is a Szegnél kibontakozott egy olyan ütközet, ami már nem meglepetésszerű volt, de nem sikerült egy olyan bekerítő hadműveletet és megsemmisítő hadműveletet végrehajtani, amit szerettek volna, viszont azzal, hogy a magyarok a falut megszállták, a csatatér az övék lett, gyakorlatilag győztek. A csata bemutató előtt itt is sokan voltak kíváncsiak a látványos hagyományőrző programokra, a vásári forgatagra és a fiatalabb korosztálynak szervezett különböző foglalkozásokra. Én azt hiszem, hogy jövőre ez változatlanul tovább folytatódik, ahogy eddig szokott. Tehát az a fajta menet, az a fajta építkezés, ami az elmúlt 27 évben jellemző volt, de egyébként nem olyan látványos és gyors az építkezés, hogyha 27 évet veszünk alapul, hiszen adott esetben 2-3 év alatt egy ilyen rendezvényt fel lehetne növelni. Ugyanakkor viszont el lehet mondani, hogy ez valóban alulról építkezik, és a különböző települések saját maguk szeretnék, hogyha a helyi rendezvény az övék lehetne. Persze közösen tudjuk ezeket összerendezni, és éppen ezért gondolom, hogy lehet, hogy nem olyan gyors és látványos a növekedése a tavaszi hadjárat építkezésének, de mindenféleképpen nagyon mély alapokra építkezik. Az 1989 óta zajló programsorozat népszerűsége töretlen, sőt, évről évre egyre sikeresebb. A
csapatok bevonulását és a szokásos csapat szemét követően újra összecsaptak a császári vértesek a magyar huszársággal.